Az első fordulót szeptember elején rendezik a Szuperligában, így a csapatok már javában készülnek a rajtra. A nyíregyháziak ebben az időszakban idegenbeli tornákon szoktak részt venni, idén azonban változik a helyzet. Szlovenszkijék évek óta megmérkőztek három szomszédos ország csapatával, úgy, hogy egy-egy alkalommal mindenki ellátogatott a másik együtteshez. Az idei évtől azonban szezononként csak egy összejövetel lesz. Az első az októberi időpontról előrehozott Kárpát-kupa. A szokásos országoknak a csapatai jönnek, Szlovákiából jön a Nagysárosról, Szerbiából a Magyar Kanizsáról, és Romániából Marosvásárhely teke csapata fog részt venni minden évben ismétlődően ezen a versenyen. Csak most annyi különbséggel, hogy mivel ez a 15. nemzetközi Kárpát-kupa, a jubileumi Kárpát-kupa, ezért úgy döntöttünk, hogy mi itt most Nyíregyházán kezdünk, ez lesz a 15. és utána a következő évben, tehát minden évben máshol fogjuk megrendezni ezt a kupát. A nyíregyházi játékosok két hete készülnek, így a riválisokhoz hasonlóan még nincsenek csúcsformában fintáik. Közel fél hónapos felkészülés előzte meg ezt a rendezvényünket, úgy igazából túl nagy elvárás nem lehet majd személy szerint a játékosokra mérve, de mindenképpen a legfontosabb az lehet, mivel tudjuk jó, hogy a többi játékosok is hasonló erőnlétben vannak per pillanat, egy jó felmérő lesz ez természetesen minden csapat részére, de úgy gondoljuk, hogy a legeslegfontosabb, hogy itthon tartsuk a Kárpát-kupát, még ilyen nehézségek árán is. Úgy gondoljuk, hogy nem lesznek olyan kiugró nagy eredmények, mint ahogy az majd a bajnokin várható, de mindenképpen egy jó erőpróba, egy erőfelmérő, és meglátjuk, hogy még játékosunk hol tart a felkészülésben, és úgy gondoljuk, hogy a sportbaráti kapcsolatok ápolásán felül ez a legfontosabb ebbe a versenyben. A hagyományoknak megfelelően egyéni és csapatversenyt is rendeznek a Kárpát-kupán. Az első négy játékos szombaton 11 órakor lép dobóállásba, az eredményhirdetés délután 6 óra körül várható.